Nagyhalászban is elfogadták a 2023-as költségvetést, amelynek fő összege 2,2 milliárd forint. Ebből 1,4 milliárd forint működési költség, a többi pedig fejlesztési költségként jelenik meg a település életében. Ez azt jelenti, hogy mindenféleképpen a törekvésünk az volt, hogy a intézményeink biztonságos működését tudjuk biztosítani ebben az évben is. Annak ellenére, hogy nagyon nehéz költségvetési időszak után vagyunk, és a mostani számok alapján történt egy olyan számunkra hátrányosan érintő dolog, amelyben a egyfőre jutó adóerőképességünk megnövekedett, és ezáltal 56 forinttal, és ezáltal 38 millió forint kiegészítő támogatást elestünk. És így nagyon nehéz lesz ez az év is, de mindenféleképpen arra törekszünk, hogy a végén minden kijöjjön és minden jó legyen. Nagyhalász külterületének lakott részein tavaly kezdődtek el a szennyvízhálózat kiépítésének munkálatai. A tervek szerint idén szeptemberre készülnek el vele. Belterületen pedig a csapadékvíz korszerűsítése zajlik jelenleg is. Nagy szükség volt már erre a fejlesztésre, mert a víz nem tudott eljutni a befogadóig. Ez a beruházás is tavaly kezdődött, az egybefüggő rendszer kiépítése május végére fejeződik be. Fontos az infrastruktúra fejlesztése is, ezért a Leromlott Városi Területek Rehabilitációja Nagyhalászban című, mintegy 365 millió forintos projekt részeként 700 méter hosszan járdát építettek ki például az egyik főút mellett, három szociális és egy szolgálati lakást is kialakítottak. Ezek használatba vételi engedélyezése még tart, de nem sokára átadják a lakóknak. Hamarosan pedig jelentős lépést tesznek az oktatás-nevelés területén is, mert megépül egy különálló bölcsőde 530 millió forintból. A bölcsődének a folyamata az elindult, megnyertük a pályázatot, a helyreállítási alapból, RRF pályázati forrásból sikerült ezt megkapnunk. Egy három csoportos bölcsődét szeretnénk építeni, fogunk építeni. Megvan a helye itt a művődési ház mellett, egy teljesen korszerű 21. századi bölcsőde is szolgáltatást tudunk nyújtani majd az ide érkező gyerekeknek, amely közbeszerzés után, ami úgy áprilisban várható, április végén kezdjük a kiírását, és május-június elején pedig a kivitelezést el tudjuk kezdeni. A központban egy inkubátorház is helyet kaphat, amely TOP plusz forrásból épülhet meg, amint egy 900 millió forintos élhető városprojekt részeként. Ez az elem egyelőre tartaléklistán van, de májusban döntés születik róla. A kisvállalkozók számára helyet biztosító épület tovább erősíti majd a városi jelleget.